Jó reggelt! Fél kettő van. Hajnal fél kettő. És oda tettem a kávét, a reggeli kávét. Menni kell rakodni. Hajnal 4 órás időponton van időkabúmban. 60-ba, a Bosba. Úgyhogy innen még 140 kilométer. Úgy indulni kell időbe. A mai terv az annyi, hogy ezt nagyon esküdöztek tegnap nekem, hogy hajnal 4-kor leszedik. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, mert a Bos nem arról híres, hogy csak úgy tartja az időkapukat. Leszedik hajnal 4-kor, utána el kell menjek műtrágyát rakni oda Lőrincibe, 60 mellé, nem messze. Azzal meg le kell menni Mezőcsátra, egy tehenészetbe, egy gazdaságra. Azt lerakni, el kéne menni lemosni még az autót, a szerelvényt. És utána meg haza. Úgyhogy megiszom a kávémat, megmosdok, elkészülök, és akkor indulhatunk is. Úgyhogy ha van kedved, akkor tarts velem a mai napra. Így jó kis éjszakai rakodásra, ahogyan telik a reggel, nézzük meg. Már ébren, úgy látom. Milyen nagyon korán reggel. Igazítom a függönyt. Szépen indítjuk az autót, és tűz, csúcsú. Menjünk rakodni. Ennyi az idő. 54, nagyszerű. Azért ilyenkor reggel én úgy szoktam, hogy általában mindig egy 30 perccel hamarabb kelek. Nekem nem megy az, hogy kipattanok az ágyból, és már menetkész vagyok, egy kicsit el kell készülni hozzá. Sapkám mit keres itt vajon? Ki tudja? Ezt is belövjük neki, hogy azért lássam. Éjszakai fény. Na. Nem tudom, miért azzal indít mindig ilyen ugrálóson. Na, hol vagy már? Itt a távirányítója. Itt a pirosra állítom, és akkor utána ilyen fénye lesz. Na, mit ír a Novi, mikorra érek? 63.42, jó. Akkor hagyd szóljon. Jön ő, biztos, hogy megvan már. Magyarország. És Kalampács.
kis fűtés kell neki még ilyenkor. Elég hűvöske van. Fogom a kis lámpikámat. Körbenézem az autót. Jó, majd mindjárt várja már Ervin. Megyünk mindjárt, nyugi. Nyugodtságba. 130 km. Körbenézem az autót egy cigi kíséretébe is. Utána indulás. Ilyenkor a kerekeket, ponyvát, éjszaka nem ellepett meg valaki, nem eszakított ki, véletlenül, vagy szándékosan. Raktérajtó, be van-e zárva, nem nyitották ki. Másik oldal megvannak a tartozékaim, lámpák világítanak-e. De még a kábeleket helyükön vannak-e? Jó. Nem mondom meg, hogy hol vagyok, jó? Nem baj? M1-es autópálya mellett valahol. Ez egy jól bevált, elmentett helyem nekem. Mindig meg tudok állni. És általában, ha olyan Würzburg magasságából indulok hazafelé, akkor itt szoktam megállni. És itt mindig, hogy van hely, biztos. Aki tudja, nagyjából sejti annak. Gratulálok hozzá, ha eltaláljátok, de azért mindent nem fogok megosztani, jó? Nem baj? Na, úgyhogy toljuk neki. Borsba lerakodni. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy leisszek neki időben. Végülis az a lényeg, hogy hát remélem legkésőbb hétre üres leszek. És akkor menni kell haza. Úgyhogy azért lenne jó. Volt egy kis fennforgás ezzel is, mert variáltak az időkapuval. Tegnap este 8-ra akarták behívni, de hát esélytelen volt. Hát én németből jövök hajnal, 4-kor kezdtem, 7-ig vagyok, jó? 8-kor biztos nem fogok oda menni nekik rakodni. Ezt irányítom rendezte is a dolgot. Aztán úgy volt, hogy ma reggel 6. De tegnap délután irányító felhívott, hogy azt kérik, hogy menj már oda 4-re. Mondom, jó, oda megyek 4-re akkor. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul ez a mai nap. Ha van kedved, még egyszer mondom, akkor tarts velem. Nézzük meg ezt a hajnali rakodást. Megyek műtrágyáért. Elviszem, lerakom. Ez ő csátra. Elmegy a kocsit mosni. És irányom.
óra 37 perc. Hát őrök csak az elvetem ültet dolgoznak ilyenkor, meg én. Jaj! Let's go! Itt a cirkusz! Haha! Nézd csak a cirkuszosoknak milyen autóik vannak, hello! Az igen. Milyen előadások vannak itt vajon? Vezeték áttörést nem bírták megcsinálni már tisztességesen. Itt is van kavarás van, hogy kell itt menni. Hát én úgy sokat látom Miskolcon is, meg errefelé is, mikor így napközben jövök. Azért itt a Bosnak a főbeszállítója Magyarországon legalábbis ugye a horvát Rudolf Intertransport. Rengeteg kis autó áll itt, úgyhogy nekik biztos már valami csókjuk is lehet. Ott vagyunk, itt vagyunk. Ez a Lipóti, nem tudom, bocsánat. Hát itt van szemben a Bos, úgyhogy nekem itt valahol. Hát itt kell valahol lemenni jobbra majd a parkolójába a Bos. Rudolf, még odébb van. Akkor... Jó, van 44, jó, 40, tudom. Lassítom, bocsánatban. Ez már Bos. 100 méter múlva megérkezett az úti célhoz. Istenem, de bírjad elolvasni, ha? Tehát még kisebbel írjátok ki, komolyan mondom. Mit kell elmenni, jobbra? Fene tudja. Jó, meg itt jobbra. Megfelelően visszatolatok. Egy-két irányból behajtani tudos, de jó. Ja,
alatt a táblán volt egy akkora írás. Na, azt mondja, hogy látod? Tehát alig látni valamit. Azt mondja, hogy P, egyenesen, parkettcsálni, ott állnak a csávók. Látnak egy párom. Mindig egyenesen. Nem minden körbe menni. És mindenki kifelé jár, tehát hogy fenébe kell itt menni, akkor gondolom így. Ide lemángellom magamat. Kicsit közelebb kéne a portálhoz menni, nem? Van még ott előhely? Vagy visszatolok. Amúgy fogalmam sincs, tehát hát, hogy így kell, és akkor ja, innen kell majd, értem. Jó, akkor én vagyok a hülye. Jó, oké, vágom. Én vagyok a hülye. Jó, meg kell fordulni, úgy kell beállni a parkolóba, és majd itt fog beengedni. Értem, jó. Vág ez. Csak amonnan a fenéből kell eljönni ide. Egy van egy sem traktor, alá itt egy nyugodtan. Személyautós. Jó. Akkor ide berakom és kész. Aksa. Nagyszerű. Na, jó, megérkeztem. Gyorsan írok egy menetlevelet, hogy megérkeztem, megyek, bejelentkezek, és akkor majd meglátjuk a továbbiakat. Na. A 16-os lámpa az enyém. Ez egy relatíve, egy aránylag működhet is. Akkor úgy néz ki, hogy végzek ma időbe. Nem sokan vannak. 15, 16, 6 is van. Gyorsan rámpára pördítem, és ahogy még emelkedik is, kicsit csalok, így könnyebb. Jó reggelt! Egy icipicit rá kell igazítani. Gyors leveszem a végzárót. Nos. Meg vagyunk. Tűz kifelé. Még időm is van bőven. Azt veszed.
4:45-re voltam, itt 5:14 van és üres vagyok, úgyhogy kellemesen csalódtam a Boschban, 60-ban. És meg kell kerülni az egész Bócera ajtó, úgy kell innen kimenni, azt mondták. Mondjuk nem értem miért. Simán megterültem volna kifele, és kész. De hát na. De az így is. Hogy... Azt tudom, hogy van ott egy erőmű is. Nem vagyok környékben, én nem vagyok erre ismerős, úgyhogy... bocsássátok meg nekem. Egy kicsit ilyen bizonytalanul beszélgetek a településről. És itt van valahol bent, itt a fák között ez a cég. Na. Gyi. Ez már szeretem. Így jó haladni, nem? Németországban 60, vagy főútvonalon, vagy mi az autó, mondjuk ott nem. Ez főútvonal, nem autó. Egy kicsit gyomultam is, de örülök neki. Nézelődök így oldalra, hogy szerintem itt van rögtön a szélén. Van egy molkót, itt le kell menni mellette, aztán egyenesen, aztán jobbra, és a kanyarba meg megint jobbra. És ott lesz a... De ki is lesz táblázva, utcakép is van. Nagy vívmány ez a Google utcakép, tehát ha valami nem egyértelmű, mert a műholdon nem látszik, és ha van utcakép, akkor szeretem használni. És gondolj bele, valamikor ilyen nem volt. Papírtérkép volt. Vastár. Hát igen, ez várató volt, hogy ilyen jófajta magyar utat lesznek. Nem van, tesó, majd én is megfékezem neked a kamion, semmi baj, bátyja. Ott áll bent itt a lega. Előrincibe. És tickó, hogy ez na, hogy erre kell menni. Másfelől nem lehet ide bejönni. Vagyis hát gondolom én. Jézusom. Dicsérem itt az agglomerációját Budapestnek erre, itt vagyok, mi megfürödve. Hát nézzétek már, mi ez? Mondjuk ez már nem Budapest, tudom én, ez egy 60 kilométer. Hallod, jeges lenne az út, így lecsúszna a kocsi. Esküszöm. Ki is van táblázva, ide látom. Lat nitrogén művektelen hely. Lőrinctelen hely. Fordulok. Vasúti átjáróba bekukkolunk. Egy csak véletlenül se jöjjön egy tőlem nehezebb, hosszabb és erősebb szerelvény.
tesa, úgy sem tudom mit csinálni. De remélem befordulsz velem egyet, így van, hát elkaszállak. Én nem értem, miért nem lehet ide normális utakat csinálni, nézd meg, hát. Most úgy komolyan. Megrakod Big Baggel, mert Big Bag zsákos műtrágya lesz. És mire kiérek vele az autópályára, addig az összes pani felel az út rajta. Mi volt itt valamikor? Laktanya vagy mi a túró? Mit csinálsz itt mellettem, baszki? Én meg bejön mellém a hülye. Én befordulok a kapura. Hát ha nem, akkor legfeljebb kitolhatunk. Mérleg lesz. Úgyhogy arra kell ráállni ma. Jó. Nos, azt kell mondjam, hogy Borealistól én még ilyen gyorsan nem szabadultam soha. Voltam egy párszor, de 3-4 órát voltam itt. 45 percet. Pikpak, jó, mondjuk első voltam rakodásnál, meg nincs is mögöttem senki. Nem is jött még eddig autó. Elfordul. Menjetek lejjebb egy kicsit, köszi! Úgy. Tehát nem is jött mögöttem senki, nem is jött másik kamion. Úgyhogy Big Buck! Felgúrták a 40 Big Bag-et. 40 Big Bag, hát nyilván nem az a nagy Big Bag, hanem a kis Big Bag. Lekötöztem utasítás alapján, és Go Go Gomez, mező csáp, érkezek. 1 óra 25 perc múlva. 24 tonna. De onnan meg vagyok lepődve. Pikpak megbortak a srácok, nem szaroztak semmivel. Jó, az nem a vegyi gyár. Ilyen biztonsági vizsga, meg olyan biztonsági vizsga, meg így kössed németbe, meg keresztbe kössed, meg hosszába kössed, meg nézegeti a spanifert a német, hogy hát ez nem jó, mert koszos. Révészesek járnak sokat Burghausenbe, meg magyar kollégák, vagy akár ide Bécsbe is a Borealishoz, hát az valami. Tényleg úgy kell menni, hogy nulla idővel, tiszta műszakkal, mert ott aztán elmegy a napot. Na, ezt szeretem, mikor jönnek itt szembe is. Ilyen fain kis úton. Hát, felborulod a sokszor. Na, menjünk már. De jó! Nem tudunk elférni, csak ha lehúzódok ide. Nincs mit. Jó. Hát ez van, aki jobb oldalon van, tehát így visszafele annak kell húzódni, mert itt van ilyen. Nem tudom, miért nem bírnak már csinálni, de kicsit szélesebb aszfaltot. Meg jó minőségű aszfaltot, nem ilyen hulladékot, mint ez.
tényleg nevetséges. Úgyhogy be kellett volna menni egy kávéra, mindegy. Majd akkor pályán iszom gyors egy kávét. Azt mondja, hogy ennek van ugye gyorsító sávja, hogy középen az nem. Nem tudom, ezek ki lesznek-e táblázva, majd kiderül. Szerintem a következő nélkül kell elmenjek jobbra. De csak szerintem. És akkor meglátjuk. Élő hal. Az biztos, hogy nem. Jelenleg mezőkeresztes. Szerintem itt kell elmenni jobbra. Picit is nem jön. Bátya. Járósítás is van. Na, felhívom a kontaktot, gyorsan. Itt vagyok, az utcába. Na, hívjad már, meddig kelljen menni, szerintem. És József utca. Tessék, Barta! Molnár Zoltán, jó reggelt! A Kis József utca lesz a miénk? Biztos, hogy nem Kis József utca. Na, hogy a pék rakja tele. Akkor? Tehát, még egyszer mondom, Mezőcsát fő utcáján kell jönni. Ott jöttem, végig. igen, és a harmadik lehetőségnél jobbra. Hát a helységjelző táblát követően. Így van, azt. Én úgy számoltam. Akkor nem jó, hogy nem vagyok. Itt Kis József utca biztos nincs. Pedig ez az. Azt elhiszem, de akkor az összhelyen van. Balra nem volt egy autómosó véletlenül? Nem, mi az, piaszcsarnok, vagy mi mellett fordultam el jobbra? Az hiba volt, mert mondtam, hogy végig kell jönni a fő utcán Áruktő felé. Jó reggelt! Mérlek? Oké. Kifújtam a slagból a vizet. Igen, és? Na. Jóraigi teljesztelep. Ez is. Na, ez is megvolt, még sincs este. Hát ide betolok vissza, és akkor megtörbítem a szekeret. Látom. Na mondjuk itt a sár van itt aztán, itt még a mutatványnak megint csak. Na. Jézus már, szent faszom. Milyen porfehőt csinálok-e? Nem látok semmit. Várja, hogy nem tudok ráfordulni. Elmegyünk itt
közte, azt mondták, hogy itt meg tudom kerülni a magtárat. Pocik! Korosok lesznek, menjetek arrébb! És itt hol? Most komolyan! Ott a betonon? Fel! Felugrok a betonra? Ó, drága kenyér! 1200-on gazdálkodnak, 1200 hektáron, és akkor ilyen utak vannak bent, most úgy komolyan, tényleg. De ennyire nincs lóvé. Mire megy el a támogatás? Szépen finom, ki ne csípjem a gumit, mert akkor itt ragadtam végleg. Mindegy, nem panaszkodunk, hanem menjünk be. Mosó nem lesz. Olyan dugó van a hármason. Le van zárva a pálya, úgyhogy ki kell várjam a sort, én meg azért most már még pluszban nem megyek még be. Polgárra mosni. Azt mondja, hogy hol kéne? Itt kéne elmenni? Terepfokozatban mi? Van olyan rajta? Kutyú! Vigyázz, kutyú! Ugye? Kettő darab raklap összetolva a kutyának, kápnak. Az a ház a szegénynek. Lesz itt most? Jó, hogy felhúzom az ablakot, mert így megfogunk. Ó, anyám! És akkor végeztem. Úgyhogy a mai film az eddig tartott, tisztelt hölgyeim és uraim. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen, aki velem tartott eme hajnalon, az eseményeket követte. Ha tetszett, amit láttál, lefilálj és már rá feliratkozni, légy szíves. Még nyomj egy lájkot rá. Úgyhogy mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!